A mai témánkhoz Fidel Alejandro Castro, ez a teljes neve. A rendes neve az ugye csak Fidel Castro. Ennyit azért mondanék előtte, hogy nem könnyű róla. A név jelentésének én is most néztem utána. A Fidel az hűséges, ugye? A Castro az pedig kastély, tehát hűséges kastélyt jelent a neve. Mert magam is csak megkésve figyeltem föl. Különleges. Na most, Kubában nem volt perestroika. Tehát nem kerültek napvilágra a kommunista párt dokumentumai olyan mennyiségben, mint a Szovjetunióba, a volt Szovjetunió területén. Tehát nem tudnak olyan életrajzot írni róla, mint a szovjet vezetőkről. Nem csak a kubai dokumentumok nem lettek feltárva a történészek számára, de a CIA titkos dokumentumai sem egyenlőre. Tehát Castroról nem tudunk olyan mértékben, olyan mélységgel beszélni még, mint a különböző 20. századi egyéb diktátorokról. Ezt elő kell bocsátani. Kubáról. Annyit kell mondani róla, hogy 400 év spanyol gyarmat után, Kolumbusz felfedezésének évébe foglalták el a spanyolok, 1898-ban szabadult fel a spanyol uralom alól. Odáig a kikötője miatt volt fontos a spanyoloknak, 1000 hajó fért el a kikötőjébe Havannának állítólag. Úgyhogy ez egy rendkívül fontos bázis volt, később a cukortermelés miatt nőtt meg a fontossága. Már a 19. század történelmi fejlődése az arra utal, ha a történelmet hosszú távú folyamatok mozgatnák, és az ember néha nem szólna ebbe bele, és csavarna el az egész folyamatot, akkor Kubának voltak egy Florida útját kellett volna járni, amely 1819-ben spanyol gyarmatból Egyesült Államok teritoriuma, majd módos állama lett, majd ugyanolyan állam, mint a többi, vagy Hawaii-t, ami ugye távol volt Amerikától, és turista paradicsom volt, oda is jártak üdülni az amerikaiak, majd tagállam lett, egyenjogú tagállam, vagy Texas, ami szintén spanyol, majd mexikói területből lett amerikai tagállam. Kubának is ezt utat kellett volna járni, ha nem jelenik meg valaki, aki úgy dönt, hogy ő ezt a folyamatot személyesen megakadályozza. Azért annyit tegyünk hozzá, hogy a nagy emberek nem tudják teljesen ellenkező irányba fordítani a történelmet, hanem valamilyen folyamatokat használnak ki. Hogy mit használt ki Fidel Castro erre, néhány nagyon rövid mondatban azért szólnék. A spanyol hegemóniát a 19. század végén az Egyesült Államok hegemóniája váltotta fel. A kubaiakat ettől kezdve egy frusztráció kezdte gyötörni. Már az zavarja őket, most olvastam a könyvekben, hogy a kubai függetlenségi háború 1895-1898 helyett a világ tankönyveiben az van, hogy amerikai-spanyol háború, mint ők nem is lettek volna. Csak azért győztek ebbe a háborúba, korábban is voltak sikertelen függetlenségi háborúik, mert az Egyesült Államok belépett. Belépett és gyors vereséget mért Spanyolországra. Azóta nem tudtak megegyezni a kubaiak, hogy ennek az előnyei voltak a nagyobbak számukra, vagy a hátrányai. Sokan úgy fogalmaztak, hogy az egyik gyarmattartó birodalom helyét átvette a másik. Ez nagyon nagy túlzás, de inkább sértő gesztusokról volt szó. Most nevezzük így, a spanyol-amerikai háború tárgyalóasztalához, a békeszerződésnél nem hívtak meg kubaiakat. Nélkülük döntöttek róluk. Majd amikor Kuba függetlenné válik, az Egyesült Államok egy plattféle kiegészítést csatol az alkotmányához, amely jogot ad az Egyesült Államoknak arra, hogy belső konfliktus esetén fegyveresen beavatkozzon az új független állam belügyeibe. Háromszor avatkozott be az Egyesült Államok így. A kubai politikai élet végtelenül erőszakos volt, hát egy szokásos latin-amerikai állam jött létre, amelynek a politikai harcaiba a fegyveres bandák is beavatkoztak. Előbb-utóbb gyakran akadt egy olyan politikus, aki a plattféle kiegészítésre hivatkozva segítséget kért az Egyesült Államoktól, és fokozatosan a kubai radikálisok körébe létrejött egy olyan meggyőződés, hogy egyszerre kell harcolni a korrupt, saját korrupt vezetőik ellen, és az országot egyre inkább hatalmába kerítő Egyesült Államok ellen. Hamarosan Kuba gazdaságának a nagy részét, a cukornád termelésének a nagy részét Egyesült Államok vásárolta fel, és az amerikai állampolgárok elkezdtek földeket vásárolni. Úgy érezték a kubaiak, hogy az ő földjeiket felvásárolják. A gazdasági föllendüléskor szegregált amerikai és kubai zónák jöttek létre a nagyvállalatoknak a
területein, a cukorőrlő malmok környékén. Ezek a malmok azért hozzájárultak iskolák, ösztöndíjak, utak létesítéséhez, de az eredmény a teljes függés volt egy amerikai nagyvállalattól. A sajátos kubai radikalizmus pedig egyszerre fordul szembe a Yankee, ők így mondták a Yankee-t, a Yankee imperializmussal, és a kubai szuverenitás megvédésére képtelen kormányokkal. Egy hosszú történetet rövidre fogjak. 1933-ban volt a nagy forradalom, egy általános sztrájkból kinőtt forradalom, amelyben egy munkás származású mulat őrmester, elnézést itt akkor a képeket is, mert nem mutogatnám, igaz? Tehát ez az amerikai karikatúra, ami erre sértette a kubaiakat, hogy a függetlenségüket úgy nyerik el, hogy Uncle Sam, a hatalmas Amerika, az védőszárnyai alá veszi őket. Rengeteg ilyen karikatúra készült. Paternalizmus, rasszizmus, talán mindenben volt egy csekéke. Ennek dacára nem hiszem, hogy Kuba rosszabbul járt volna, amikor függetlenné vált, akkor Castroék mindent megtettek, hogy hangsúlyozzák az elmaradottságot, a szegénységet, az írástudatlanságot. Valójában Kuba olyan közel volt az Egyesült Államok, hogy annyira megszállták gazdaságilag, annyira olyan sokan jöttek ide nászútra nyaralni a mulatókba, hogy állítólag Kubában volt a legtöbb tévékészülék a latin-amerikai országokban. Nagyon gyorsan elfogadták a baseballt, a Coca-Colát, az autókat és az amerikai életmód különböző fajtát, a mozikat. Nagyon érdekes, hogy Fidel Castro-nak a húga is egy mozit létesített a családi birtokon. A 33-as forradalmon zűrzavarában, amit ha most kifejtenék, el is menne vele, nem csak az előadásom, de a filmvetítésnek az ideje is. Úgy foglalom össze, hogy egy munkás származású őrmester, Fulgencio Batista lassan-lassan átvette a hatalmat, ő lett a sziget erős embere, előbb civil politikusokat választott meg köztársasági elnöknek, majd egyre jobban meggyőzte az Egyesült Államokat, hogy ő az az igazi ember, aki biztosan tudja a társadalmi nyugalmat, biztosan tudja az amerikai tulajdonnak a biztonságát a szigeten. A forradalmárok lassan az Egyesült Államok ellen fordultak, és különböző ellenzéki pártok jöttek létre. A Batista a populista reformer szerepét játszotta, ezt mondják róla. Hát ez nagyon negatívan hangzik, de iskolákat alapított, az írástudatlanságot felszámolta, utakat épített, vasutat fejlesztett, nagyon nagy mértékben fejlesztette Kubát. Minimálbért tett közzé Batista támogatásával a kormány, egészségügyet fejlesztette. Batista legalizálta a kommunista pártot. Castro sokáig azzal támadta a kommunistákat, hogy Batistát támogatták, mert ő tette őket legális pártá. Szóval rendkívül kanyagott az egész kubai belpolitika. Állami földekből a parasztok Batista alatt kis birtokokat kaptak. Tehát szó nem volt arról, hogy valami teljesen elmaradott országba kellene rendet csinálni. 1940-ben egy új alkotmányt hoztak, progresszív dokumentumot, amelyben benne voltak a személyes szabadságok, a női egyenjogúság, egyetemi önállóság, szociális rendelkezések. Most egy alkotmány mindig törvényekkel kellene végrehajtatni, ezek a törvények késlekedtek. És Batista végül is megelégelte a különböző pártoknak a viszálykodásait. Ha olvasok a kubai történetet, mintha egy gangster történetet olvasnánk. Egyetemista fiatalok géppisztollyal támadnak egymással, mindenki fegyvert visel, új és új áldozatok. Egészen különös világ, ahol Eduardo Chibás, a populista ortodox párt vezetője, egy népszerű rádiós személyiség, Fidel Castro egyik példaképe, amelyek a fő célpontja a korrupció és a szimbóluma seprű, hogy kitisztítsa a politikai életet, amelyek Castro átvette a gyakori szófordulatát, hogy yo acuso, én vádolok, ugye ez ismert Emil Zolának a híres vádirata óta. Ez a Eduardo Chibás például 1951-ben a saját rádióadása alatt lett öngyilkos, egész eszméletlen furcsa történet. Rádióadás közben lőtte magát gyomron, és még órákig szenvedett, mire elhunyt. Szóval ebben az egész kubai fegyveres öngyilkossággal, gyilkossággal és zűrzavarban Batista megelégelte a történteket, és 1952. március 10-én egy jól szervezett vértelen államcsinnyel. Az államcsiny időtartama az 1 óra 17 perc volt. Magyar senki se törődött vele már, hogy ki van a hatalmon gyakorlatilag. Átvette a hatalmat, kizárólag a radikális diákszervezetek fogadták.
kedvezőtlenül, már így nézett ki Batista, és végtelenül korrupt rendszert hozott létre, nagyon jó viszonyban volt például az amerikai gengszterekkel. Kuba ekkor az Egyesült Államok számára az alkoholfogyasztás, a prostitúció, a szerencsejáték és a különböző bárok, striptizbárok és nyaralóhelyeknek a szimbólumává vált. Olyan mafiózók, mint Meyer, Lansky, Lucky Luciano és mások rendszeresen Kubába jártak, személyesen kapcsolat voltak Batistával. Valóban egy korrupt rendszer jött létre, de az életszínvonal emelkedett, és természetesen Kuba is egyre gazdagodott, és hát az lett volna a végkimenetel, hogy előbb-utóbb társul területként, territóriumként valahogy Egyesült Államokhoz csatolják, és hát lett volna belőle egy 50. tagállam. Ezzel lehet vitatkozni, hogy most akkor jól járt volna Kuba vagy rosszul, szerintem ennél rosszabb alig járhatott volna, mint ahogy most járt, van egy ilyen érzésem, de ebben most nem menjünk bele. 50-es években csak két országban volt magasabb az átlag jövedelem Latin Amerikában, mint Kubában. A népesség 7 millió fölé emelkedett 1959-re, egyharmada 50 ezer főnél népesebb városokba élt, a középosztály viszonylag nagy volt, sok volt a diplomás munkanélküli, ez azt jelenti, hogy azok forradalmárok lesznek általában ebből a korszakban, ugyebár, és nagyon nagy volt a szakadék a gazdag városiak és a szegény vidékiek között, társadalmi mobilitás csekély volt, osztályok közti szakadék pedig igen nagy. De a társadalmi egyenlőtlenség, politikai feszültség, nacionalista indulat, az van mindenhol. Egyesült Államok által támogatott korrupt kormányzat nagyon sok latin amerikai országban működött. Nem vezetett volna a forradalomhoz, ha nem születik meg 1926. augusztus 13-án, itt Kubának a keleti részén, ott a Nipe-öböl látszik középen fönt, attól délre, valahol ott a vasútvonal közelében van az a helység, ahol megszületett, Bilán faluban. A teljes neve az ugye, hát, na, már ez is bonyolult. Akkor úgy mesélem, hogy az apa, Ángel Castro y Alguis, Spanyolországból bevándorolt katona volt. Azt mondta Fidel Castro a Bilán faluból, ahol az apja letelepedett, hogyha Kubának krokodil formája van, akkor Bilán a távoli alfele. Szerintem a fordító finoman fordította. Ez Havanától 700 kilométerre fekszik, és dolgozott szénbányában, nikkelbányában, cukorfinomítóban, és lassan-lassan földeket vásárolt. Az apa végül egy 27 épületből álló birtok ura lett, több száz haiti fekete munkás dolgozott neki, az 50-es években Castro apja milliómos nagyvállalkozó. A 87,6 négyzetkilométer volt a családi birtok a forradalom idején, és 400 embert alkalmazott. Első feleségétől 5 gyermek született, majd a 28 évvel fiatalabb Lina Ruz González-től, ja, hát akkor a képeket is megmutathatom, nem így haladok tovább, elnézést. Lina Ruz González szakásnőjétől, Castro anyjától, Ruz, ugye innen a név, született még 7. Köztük Ramón, aki minisztériumi konzultáns lett, képviselő és a kubai kommunista párt egyik alapítója, Fidel, 1926. augusztus 13-án, Raúl, aki máig él, munkára ott a Fidel mellett van, alelnök, majd elnök és a párt vezetője Fidel után, és Juanita, aki 64-ben emigrált. Amikor Castro megszületik, akkor csak azt a nevet kaphatja, amit az anyja viselt, Fidel Ruz. Így kerül be az iskolákba. Egyes francia történészek nagy jelentőséget tulajdonak annak, hogy jogilag ő fattyúnak született. Ugyanis a katolikus, a spanyol törvényeket megőrző katolikus Kubában válás nem volt lehetséges az előző feleségtől. Csak miután az előző feleség elhalálozott, akkor vette el az apja Fidel anyját. Ezért az iskolába azt kiabálták utána állítólag, hogy zsidó. Ugyanis a Santiago-i La Salle Marianus iskolában, a katolikus Kubában minden meg nem keresztelt gyereket zsidónak tartottak, kicsit bizonytalanok voltak ezt szerint, mit is jelent ez a szó. Csak az 1940-es alkotmány tette lehetővé a válást. Na most, hogy ezt mennyi jelentőséget tulajdonítsunk ennek, hogy a törvénytelen születésű kicsúfolt gyermek akart mindenképpen elérni valamilyen magas rangot, lehet, ki tudja, ennyire ilyen komoly életrajzok még nem születtek, legalábbis gyanús.
az apa tanulatlan volt, de becsületel válja minden gyermekét tanítatta, kollégiumokba küldte majd egyetemekre. Szülei, egy született lázadó volt Castro, amit az is bizonyít, ez a fura dokumentum, én ezt saját szememben láttam Washingtonban, a Washingtoni Nemzeti Levéltárban ezt a levelet kiállítják. Ugyanis 12 éves korában levelet írt Franklin Delano Roosevelt, amerikai elnöknek, a jobban népszerű volt ekkor latin Amerikában a jószomszédsági politika miatt, és a levélben olvasható máig a Nemzeti Levéltárban az alkotmány közelébe és a fontos dokumentumok mellett, amelyben a kisfiú Roosevelttől 10 dollárt kér, ennek fejébe fölkínálja, hogy egy nikkel bányának a térképét be fogja mutatni neki. Természetesen nem kapta meg a 10 dollárt, de ezt a levelet a szemtelen Egyesült Államok levéltárosai megőrizték, és azóta is mutogatják. 13 évesen sztrájkra akarta rábeszélni apja cukornál ültetvényének munkásait. Iskolás korában a verekedéseket sose adta fel. Van egy pontos történet, mely szerint kiállt a legnagyobb verekedővel, hát ez már az egyetemista Castro, kiállt a legnagyobb verekedővel, aki lapossal verte őt, és akkor másnap is kiállt, és másnap is lapossal verte, és harmadnap az illető erős fiú megunta az egészet, és azt mondja, jó van, tiéd az erkölcsi győzelem, és Castro ezzel meg is elégedett. De gyermekkorától vagy a harcot nem adja fel soha. Aztán olyan jelenmondás, ami később is számított. Jezsuiták havannai iskolájába tanult, mindenben ki akart tűnni, arról beszélt, a tanárai mesélték Juanita Castronak, hogy már kiskorában azt mondta, hogy köztársasági elnök lesz. Hát ilyet sok kisfiú mond, némelyiknél be is válik. Atlétikai teljesítményeiért díjat kapott, rengeteget olvasott. José Márti, ez a híres 19. század végi kubai hazafia, aki harcolt Kuba függetlenségéért és az Egyesült Államok ellen is, és elesett a függetlenségi háborúba. José Márti műveit, Lenin műveit, Hitler műveit, Perón, Mussolini könyveit, a spanyol diktátor José Antonio Primo de Rivera beszédeinek egy részét kívülről fújta. 45-től jogot tanult a havannai egyetemen. Amint belépett az egyetemre, egy héten belül megpróbálta átvenni a Diák Szövetség elnökének a helyét. Ez valahol nagyon jellemző, azt hiszem, és fontos vonás. Azt írták róla, hogy egyszer kerékpárral keményen belehajtott egy téglafalba, hogy bebizonyítsa a nézőknek, olyan akaratereje van, amely azt is megteszi, ami ők sosem lennének képesek. Kizárólag a politika érdekelte. 47-ben csatlakozott, hány éves? 21. Csatlakozott a Dominikai Köztársaság ellen készülő invázióhoz, amelyet az ország száműzöttjei szerveztek, és legkülönbözőbb latin-amerikai forradalmárok indultak volna meg egy hajón. A kubai kormány Egyesült Államok kérésére ezt eltiltotta, a hajókat a kormány feltartóztatta, letartóztás elől menekülve a fiatal Castro állítólag átúszta azt a nipei öblöt, amely cápáktól hemzsegett, úgyhogy egy kalásnyikov géppisztolyt vitt a nyakába. Vagy így volt, vagy nem, ő ezt mesélte. A családi birtokra menekült. Majd később a részt vesz az Bogotázó néven elnevezett kolumbiai felkelés sorozatba. Ugyanis Kolumbia elnökét, a liberális Gaitánt éppen akkor ölik meg, amikor pán-amerikai konferencia van Bogotába, mire kitör a fővárosban az erőszak, romboltak, pusztítottak, a halottak száma minimálisan 600, maximum 3000 között volt, és a kolumbiai polgárháborúban utána olyan 300 ezer teszik a halottak számát. Ekkor látott Castro először közelről egy felkelést, egy forradalmat, és hát arról mesélt később, hogy csatlakoztam a néphez, fölkaptam egy puskát a rendőrállomás fegyverei közül, amely összenomtam, a tömeg megrohanta, tanúja voltam egy teljesen spontán forradalomnak. Ez a tapasztalat még jobban azonosított engem a nép ügyével, még mint nem voltak marxista eszméim ekkoriban, de a viselkedésemet a spontán reakció irányította, mondta ezt később a Bogotázónak nevezett fölkelésről. Gondolkodás módját egyenlőre a antiimperializmus határozza meg, és van egy nagy érzésem, hogy amit olvastam, hát végülis mintha ez lett volna a meghatározó, az Egyesült Államok ellenesség. Amerika ellenességet aligha mondhatunk, hiszen Kuba is Amerikához tartozik, tehát itt mindig vigyázni kell, hogy mit is mondunk. Ha itt Amerika ellenességet mondunk, általában az USA-ra gondolunk, Kubában ezt máshogy kell megfogalmazni. Jó.
Nagyon érdekes, hogy hát természetesen a szónoklataiban a társadalmi egyenlőség, szabadságjogok, tisztességes kormányzat fontosságát hangsúlyozta. Apjától rengeteg pénzt kapott. Tehát az, hogy New Yorkban mennek nászútra, ez nem volt lehetséges minden kubai fiatal házasnak, ugye? Amikor az egyetemen ment, akkor kapott egy személyautót. Mikor? 40-es években? Szóval, igen. Juanita Castro emlékiratai megvannak magyarul. De az derül ki, hogy az apa rendkívül nagy lelkű volt a gyermekeivel, és két magukkal szólta a pénzt. Rájuk szerencsére, Castro apja meghalt, mielőtt a birtokát kisajátították volna a forradalomba. A magánéletéről annyit tudunk, hogy viszonylag fiatal korában elvette egy Mirta Diaz Balart nevű hölgyet. A feleségének az apja, az barátja volt Batistának. Nem, a feleségének a bátyja barátja volt Batistának. Ezért Batista a házasságra egy kettős asztali lámpát adott nekik, amelyet Castro később haragjába egyszer a földhöz vágott. És valószínűleg azért vált el a feleségétől, mert hát ő közeli kapcsolatban volt a gyűlölt csarnokkal. A fiúk Fidelito Moszkvába tanult atomfizikus lett, majd depressziós és öngyilkos. Később 55-ben elváltak, mert ami Castro börtönben ült, a felesége fiktív állásban volt, mert a bátyja belügyminiszter helyettes lett akkoriban, és kínos volt egy forradalmának, ha a feleség csak olyan állást foglal el, amit a fizetését korrupt módon kapja, és máshol fordítják a pénz nagy részét. Magánéletéről nagyon sokat nem tudunk, ismétlen, hogy nem kerültek ezek nyilvánosságra. Egy Natalia Revuelta nevű szeretőjétől született egy lánya, Alina, aki máig Spanyolországban él, és később 1980-ban már elvette a második feleségét, bocsánat, az életében nagyon nagy szerepet játszott ez a hölgy még, Celia Sanchez, aki hát egyesek szerint a szeretője volt, mások szerint csak a titkárnője. Juanita Castro rengeteget szidalmazza az emlékirataiba Celia Sanchez-t, mert hát ő rendelkezett Castro idejéről, és mindig hozzá kellett folyamodni a testvéreinek is, amikor már hatalmon voltak, így Celia Sanchez még a partizánok között van természetesen. De könnyen lehet, hogy tényleg egy nagyon hatékony titkárnő volt. A második feleség az viszont egy, ez egy szépség, valljuk be, nem? Dália Soto del Valle. 80-ban házasodtak össze, 5 fiúk lett. Hogy Castronak hány gyermeke volt, ez egy nehéz kérdés. Ez egy nehéz kérdés, nagyon sok nő rajongott érte. Egyesek szerint legalább 11. Házasságon kívül 2 már a forradalom előtt volt, ennyit tudtam felfedezni a különböző megbízhatatlan adatból. Amikor hatalomra került, nem akarok a magánéletről beszélni, minden hatalmas és gazdag férfinek rengeteg nő kínálta fel magát, imádták a kormányzata elején, és rengetegen szerettek volna eltölteni egy-egy éjszakát vele. Castro erre néha vállalkozott is. De azt hiszem olyan volt, mint Napóleon, meg őt is inkább jobban érdekelte a politika, mint a szex. Jó. Egyetemi tanulmányai végeztével Castro ügyvéd lesz 1950-ben, indult volna a képviselőválasztáson, de Batista Puccia ezt megakadályozta. Castro megalapítja saját lapját, El Acusador, a vádló, saját mozgalmát, mozgalom néven, hát nem volt túl fantáziadós, valljuk be, nem? Ez a mozgalmam neve mozgalom, jó? José Márti ideáljait követte és Csibás céljait, tehát földreformot, munkások részesedését, cukornát termelés hasznából, a nagyvállalatok közül néhánynak az államosítását, cukoripar hazai kézbevételét, fizetésemelés, tanároknak, egyetértek ebbe, lakbér csökkentés. Csibás temetésén, aki a rádióadás közben lőtte magát gyomron, Csibás temetésén egy kriptára mászva szólított a felkelésre a népet. Mivel ez nem működött, ezután beperelte Batistát alkotmányellenes tevékenységeiért. Na, ennek se volt sok eredménye. 53. július 26-án, július 26, ez a kubai nemzeti ünnep, igaz? Utána olyan karszalagot viseltek, ahol a vörös és fekete között egy 26-os volt, és a mozgalmának neve július 26-ai ünnep, ezt nagyon jegyezzék meg, felejtsék el nyugodtan. Castro 53. júliusában 135 követőjével támadást intéz, azt mondja, a Moncada, nem csak a Moncada, egyszerre 2 laktanya ellen, mint hogyha egy nem lett volna elég, nem? A Moncada nevű laktanya, a Santiago de Cubai Moncada és egy bayamói laktanya ellen, azzal, hogy felkelést robbantsanak ki. Castro
eleve a felkelés borzalmasan sikerült. A 95 emberéből a támadáshoz, ő ennyivel támadott volna, csak 45 érkezett meg a barakhoz, a többi eltévedt a városba. Ünnep volt, hát nem tudom, júliusban milyen kárnevál van, de nagy ünnep volt, zene és táncos ünnep, ezt az autókkal nem tudtak odaélni. Na mindegy, Castro 45-tel támadott, hatalmas lövöldözés, a többségüket, bocsánat, a kisebbségüket lelőtték, a többségüket elfogták, és a feldődött katonák végeztek velük. Nagyon sok halálos áldozat. Védők közül 19-en haltak meg, a támadók közül 61-en, 90%-uk a vereség után a katonák áldozata lett. Tulajdonképpen ezzel sikerült ezt a nagyon balfék összeesküvést ilyen hősinek feltüntetni, hogy ők voltak éppen mátiok. Castro a hegyekbe menekült, ennek köszönhette, hogy nem ölték meg ott helybe, hanem később elfogták. Amikor az öreg Castro, az apja rádión hallotta a Moncada elleni támadást, azt mondta Juanita szerint, nem tudom miért, de valami azt súgja nekem, ez a Fidel gyerek benne van a dologba. Az apa rájön, hogy mi lett a fiából, igaz? Oké. És akkor Castrót bíróság elé állították, ahol látványosan ügyvédként követelte a bilincs levételét, idézte pontosan a cikkeit az alkotmányból, hogy miért kell levenni a bilincsét, közölte, hogy mint ügyvéd saját magának lesz a védője, a bíró ezt elfogadta, mégsem volt olyan vérbíróság ott Batista alatt, ugye, ezt elfogadta a bíró, talált kért, jogászi találban adta elő a saját védőbeszédét, több mint 50 oldalas védőbeszédet hallgattak végig, ez Castroval később jellemző lesz, a bőbeszédűség, ugye? Vádolta a diktatúrát, felidézte a kubai történelem hőseit, idézte Thomas Paine-t, Jean-Jacques Rousseau-t, és elmondta a programját. 1940-es alkotmány, bocsánat, akkor tovább megyek a képecskékkel, így nézett ki a letartóztatott Castro, mint látják, nem volt még szakálla. Később sok hölgy mondta neki, hogy miért is van szakáll, amikor a saját anyja rákérdezett, hogy miért van szakáll, közölte, hogy majd akkor vágja le, amikor a forradalom összes célját elérték. Mint tudják, haláláig szakállas maradt. Ez a letartóztatott Castronak a kihallgatása. Védőbeszédét ilyen szenvedélyes szónoklattal fejezte be. Ítéljenek el, nem bánom, a történelem fel fog oldozni. Nagyon fantáziadús szövege? Szerintem nem. De hihetetlen siker volt, és ezt később röpjadban közzétette, és terjesztették Kubába. A sajtószabadság biztos volt akkoriban. Nagyon hatásos propaganda. Olyan fölkelésért, amelynek hány halálos áldozata volt? Az előbb elmondtam, 19 meg 61, 15 év börtönre ítélték. A legrémesebbnek azt tartotta a börtönbe, hogy a magán zárkában nem volt szabad beszélnie. Mondjuk nem volt kihez. Ez nem tartott sokáig. Raúl öcsével együtt ült, aki szintén részt vett, rengeteget főztek, állítólag spagettit, ahogy Juanitának a könyvében olvastam. Azért emlékeztet az amerikai mafiózók börtönbe történő életére, aki látott maffia filmeket, nem kell fölidéznem, ugyebár. Sétáltak az udvaron, napozott, és napozás közben azon töprengett, mit szólna ehhez Marx Károly, hogy ő egy börtön udvaron napozik. Rengeteget olvasott, ami érdekes. Napi előadást tartott raptársainak. Egyet délelőtt, egyet délután. Történelemről, politikáról, filozófiáról. A raptársainak be kellett számolni, hogy mit tanultak tőle, majd díjakat osztogatott köztük. Ez azért nem a Gulág szigetcsoport börtöne, ugye? Ez a Batista alatti rettenetes rémes börtönviszonyok. Oké. Marxot olvasott, Kantot, Viktor Hugót, Dostoyevsky minden könyvét elolvasta, Freudot, Lenin állam és forradalmát, még a tőkébe is belekezdett. Így beszélt egy barátjának. Őszintén szeretném forradalmasítani ezt az országot, egyik végétől a másikig. Biztos vagyok benne, hogy ez boldoggá tenné a kubai népet. Nem állíthat meg ebben pár ezer ember gyűlölete és rossz akarata, beleértve egyes rokonaimat is, ismerőseim felét, kollégáim kétharmadát, egykori iskolatársaim négyötödét. Hoppá! Én itt elgondolkodnék, hogyha valaki azt mondja, hogy a barátaim, rokonaim többsége nem támogat, akkor az demokratikus, demokrata az az ember, aki ilyet mond? Elgondolkodnék rajta. Olvasott a francia forradalomról is, és azt mondta le belőle, hogy több Robespierre lenne szükség Kubába. Jobb, hogyha túlmegyünk azon, ami szükséges, mint ha nem tesszük meg azt, ami kell. Több Robespierre van szükség. Elég ijesztő program, nem?
A történészek máig vitáznak, hogy marxista lett volna. Ellenfelé szerint az volt, de tagadta. Liberálisok szerint a forradalom eseményei kényszerítették ebbe az irányba. Batista ellen még a kommunisták támogatását is felhozta egy időben. 59-ig tagadta, csak 61-ben ismerte el, a 70-es években pedig kijelentette, hogy 53-tól már marxista volt, magyarán össze-vissza beszélt. 2005-ben azt állított, hogy utópista kommunista volt, mielőtt még olvasta volna Marxot. Majd olyas mondott, hogy José Márti elmondta, hogy egy forradalmának tudni kell titkot tartani. Arra utal, hogy nem mondott el mindent, ugye? A terveiből, ki tudja. Azt tudjuk csak, hogy mikor jelentette be, hogy mikor lesz kommunista, de hogy önmagának mikor ismerte el, azt nem tudjuk. Nagyon valószínű, hogy Egyesült Államokban gyűlölete volt a vezető érzés. Most Batista elköveti azt a hibát, hogy 55-ben úgy érzi, hogy stabil a kormányzat és a politikai foglyokat amnesztiába részesítette. Ezt sikerült magát újra elnöké választania. Nixon, Egyesült Államok alelnöke ekkoriban meg is látogatta őt. Castro pedig még nem volt vezető személyiség, rengeteg egyéb csoport működött. Castro, amikor kiszabadul, akkor július 26-a mozgalom névvel kereszteli a szervezetét, és elhagyja Kubát. Raúllal Mexikóba pénzt és fegyvereket gyűjt, támogatókat toboroz, Mexikó városban megismerkedik a nála két évvel fiatalabb argentin Ernesto Che Guevarával, ki azonnal csatlakozott hozzá, mindketten módos családok elkényeztetett fiai, áthatva a latin-amerikai machizmótól, az agresszív férfi a felsőbbrendűségébe vetett hittől, akik gyűlölték az Egyesült Államokat. 55. júliusában egy Guevara életrajzba olvastam, hogy Guevara meghívta Castro barátnője Hilda Gardea otthonába. Idézem, azon az estén Castro bemutatta azt a három jellemvonását, melyről híressé válik majd. Hajlandóságát arra, hogy a végtelenségig vállalkoztasson másokat. Minden Castro beszédnél, ami a gyűlés ekkor és ekkor kezdődött, és akkor Castro ennyi óra múlva érkezett meg és kezdett beszélni. Ez később is állandósult a nagy beszédeinél. Elképesztő személyes karizmáját és azt, hogy órákon át tartó prédikációkkal volt képes. Vacsora után Hilda előtt vett meg megdöbenésén, megkérdezte Castrót, miért van Mexikóban, ha Kubában akar harcolni. Válasza így hangzott. Nagyon jó kérdés. Elmagyarázom. Fidel válasza 4 órát vett igénybe. Jó. Rengeteg egyéb mozgalom alakul ki Kubába. José Antonio Echeverría a Havannai Egyetemen forradalmi igazgatóságot alapít. Sztrájkok, tömegtüntetések vidéken felgyújtják az ültetvényeket. Ez az Echeverría ez fölkeresi Castrót Mexikóba, összehangolja vele Batista kormány elleni támadását. Közben egy ezredes, egy Bárkid nevű ezredes 220 tisztásával sző összeesküvést bebörtönzik. Echeverría mellett Frank Pais, a mozgalom kubai vezetője azt tervezi, hogy általános sztrájkot, szabotások sorozatát robbantja ki. Tehát rengetegen tevékenykednek, vezetnek különböző mozgalmakat. Castro csak egy. 1956. november 25-én beszállnak és másnap elindulnak Guevarával egy 20 főre tervezett Granma, vagyis nagymama nevű hajón. A 20 fős hajóra 82-en szálltak föl. Ebből mindent sejtetnek. Akkor derült ki, hogy ez a jacht motorjai közül csak az egyik működik. Olyan lassan haladtak, hogy jóval lekésték azt az időt, amit a általános fölkerések kitűztek. Tengeri betegek lettek. Különböző képregényekben rendkívül látványosan mutatják be a hajón való tevékenységet. Látják? Ilyen izgalmas. Hát a végén már majdnem a vízbe kellett dobálni a fegyvereket, meg a lőszert, amit magukkal vittek, annyira túlsúlyos volt a hajó. Végülis december 2-án egyik társuk beleesett a tengerbe, vissza kellett menni, életbe maradt, valahogy megtalálták, kihalázták. Mivel december 2-án a jacht megfenek lett egy homokpadon, a La Coloradas nevű parton, olyan szépek ezek a spanyol nevek, a dél-nyugat Kubában. Kuba délkeleti részén a július 26-a mozgalom összes megmozdulását már leverték. Havannában
Santiago de Cubában volt nagy megmozdulás, Havanában is akartak, de kidőlt, csak 30 ember számára van fegyver. Úgy találták, hogy ez kicsit kevés lesz megdönteni a rendszert. Vállalkozó híveik lemondtak az érkezésükről, távoztak, a parasztok pedig azonnal feljelentették őket a legközelebbi katonai egységnél. A hajó megfeneklett, derékig a tengerbe lábaltak ki, vitték a holmikat, nem volt élelmük. 5-én meglepték őket egy cukornád ültetvényen, repülőgépről sortűz zúdult rájuk, és akkor teljesen szétszólottak. Hogy hányan maradtak Castro mellett, egy fura szám maradt fent 11-en. Ugye akkor mennyi az, akkor 12 egy katolikus neveltetésű országban, ez sokat jelent, hogy valaki 12 apostol, ugye ez? Hát mondjuk azt, hogy nagyon kevesen maradtak, és bevették magukat a Sierra Madre hegységbe. Kezdődhet a gerilla háború. Ilyen fotók készültek róluk. A kormány nem tudta őket kifüstölni. Castro tisztában volt a média jelentőségével már ekkor. Képzeljék el, hogy hát hol vagyunk? Hát mondjuk decemberben kezdődik a gerilla háború. A következő februárban a New York Times február 24-i száma egy vele készített interjút közölt. Kubában azt terjesztették, agyonlőtték az összes castroistát. Ez jó propaganda fogás volt. A Batistáig közölték, hogy de hát ez hamis dolog, fényképeket is közöltek az amerikai lapokba, amelyeket Kubába szabadon terjeszthettek, addig, amíg nem Castro volt az úr, igaz? Bocsánat, ilyen gonosz megjegyzéseim vannak. A New York Times-ban egész világ megtudhatta, hogy a Sierra Maestra Los Barbudosai, a szakállasok, ugye? Egy korrupt diktátor ellen küzdő szabadságharcosok, akik a Robin Hoodok, akik a demokráciáért, társadalom igazságosságért fogtak fegyvert, távol minden kommunista törekvéstől. Castro azt hangsúlyozta, hogy nem érez gyűlöletre egy Egyesült Államok népe iránt. Így jött az újságíró. New Deal-t képvisel Kuba számára, tudják, a New Deal az ugye amerikaiak számára Roosevelt kormányzat reform sorozata, radikálist, demokratikus, és ennél fogva antikommunistát, ezt mondta le a New York Times tudósítója. Több lap is interjút kért, és Eisenhower elnöke nyilatkozatba Castrót egy nemes forradalom szimbólumának nevezte. Itt ez a másik vezetője a forradalom, José Antonio Echeverria. Márciusban támadást intéz a havannai elnöki palota ellen, győzelem esetén valószínűleg átvehette volna a mozgalom vezetését Castrótól, elesett, ugye? Frank Pais, a mozgalom nemzeti koordinátorát júliusban lőtték le egy santiagói utcán. Vagyis Castro potenciális riválisai egyre fogynak forradalom táborán belül. 57 tavaszán serege 70 főre nő. Kisebb helyőrségeket megtámadnak, felszámolnak, városba folytatódnak a mozgalmak. Júliusban Castro kiadja Sierra Maestrai kiáltványát, melyben taktikai szövetséget köt Batista mérsékelt ellenfeleivel. Azt ígérte, egy év ideiglenes kormányzás lesz, aztán választások. Tudjuk, máig nem voltak választások Kubában. Miamiban az ellenzéki csoportok kubai felszabadítási huntát alakítottak, amelyen már az ő mozgalma játszotta a vezető szerepet. Castro jelezte, hogy elítéli a langyos hazafiasságukat, közölte zsarnokság elleni harc vezetése, ennek a forradalmi harcosok kezében kell maradnia. Kivonta mozgalmát a Miami Paktumból, már ekkor jelezte mást akar, mint a mérsékeltek. Hangsúlyozva, hogy Manuel Urrutiát a liberális katolikus ügyvédet akarja államfőnek nyilvánítani. 57 végére a felkelőknek lapjuk, sőt rádió adójuk van, 58 márciusában kiképző iskolát nyitnak a hozzájuk csatlakozóknak. Batista olyan ügyetlen zsarnoki lépéseket tesz, hogy mikor a bíróság két fegyveresét elítélt egy gyilkosságok miatt, Batista az alkotmányos előírásokat figyelmen kívül hagyva érvénytelenítette az ítéletet. Az Egyesült Államokban nagy a felháborodás, USA felfüggeszti a fegyverszállításokat Batistának, ezzel halálra ítélte a kormányát tulajdonképpen, bukásra ítélte a diktátort. Társadalom egyes szélesebb kövei követelik a lemondását. Castrónak nyáron sikerült teljesen átvenni a mozgalom vezetését. 58 nyarán és őszén a kormány 10-12 ezer katonával megkísérve csapást mérni a gerillákra, kudarcot szenved el, Castro pedig nagylelkűen, micsoda fogás, figyeljék, 443 foglyot átad a nemzetközi Vörös Keresztnek. Ők nem végeznek ki embereket. Á, ugyan, egyáltalában nem soha.
idézőjelre mondtam, amit mondtam. Ezután Guevara vezetésével, itt már térképen is tudom mutatni, Guevara vezetésével 148, Camilo Cienfuegos vezetésével 82 gerilla megindul északnyugat felé, Castro 800 fegyveressel Santiago de Cubát veszi ostrom alá, bejelenti a nagybirtokok felosztását, szakszervezetet hoz létre, melyben a kommunisták is szerepet vállaltak, nagyvárosokba folynak a merényletek, novemberi választáson a szavazók 30%-a se jelenik meg. Na, ennek a seregnek általában 3000 tagja volt, akiknek a túlnyomó többségét utóbbi néhány hónapban toborozták. Az igazság az, hogy Batista feladta a harcot. Még egy képregény is született róla, hogy a neten találtam meg, képzeljék el, a legjobb képregény rajzoló Korcsmáros Pál valamelyik magyar képregényben elkészte Batista lemondását, egyáltalán nem hasonlít, ugye tényleges Batistához. 59. január 1-jének a hajnalán, aki látta a Keresztapa 2 második részét, az pontosan értesült, hogyan történt. Batista családjával, hívével együtt repülőn elhagyta a főváros, Dominikába menekült. E napon Castro elfoglalta Santiagót, másnap pedig két alvezére, Camilo Cienfuegos és Che Guevara a fővárost is elfoglalta. Január 8-án megérkezik Castro. A riportereknek új meg új elmondja, hogy nincsenek politikai ambíciói. Manuel Urrutiát tekinti államfőnek, az ő kérésére fogadta csak el a fegyveres erők parancsnokságát. Az első nap sok beszédet tartott, egyet este 8-tól fél kettőig, éjjel fél kettőig. Amikor, és ott történik ezen a nagy beszéden, január 8-án, három galamb oda repül az emelvényre, az egyik ráül Castro vállára. A katolikus kubai hallgatóság keresztet vett. És azt mondják, hogy te jó ég, hát Jézusnak is ilyen szakálla volt. Juanita Castro emlékiratában az van, hogy ő nem hiszi el, hogy ez ne lett volna egy propaganda fogás. Ha belegondolunk, egy tömeggyűlés van valahol, a szabadon röpködő galambok, azok nem szállnak oda az elnöki pódiumra és nem ülnek a szónok nyakába. Megtörtént elképesztő jelent. Fidel szakálla olyan, mint Jézus, kiabálták az emberek. Mint Jézusék, bocsánat. Ettől kezdve rengetegen imádták őt, Hefe főnök vagy Líder Maximo nagyvezető néven emlegették. Január 7-én az amerikai kormány el is ismerte. Az első 9 hónap alatt mintegy 1500 rendelet. Béremelés, lakbérek, telefon, elektromosságdíjak csökkentése, agrárreform. Aztán 2 hét múlva megváltoztattak 2 alkotmánycikkeit. Az egyik a vagyon elkobzást tiltotta, a másik a halálbüntetést. Az igazság az, hogy Kubán egy lincs hangulat lett túl rá. A tömegek a Batista rendszer támogatóinak a megbüntetését követelték. Egykori rendőröket, katonákat meglehetősen elsietett eljárások során ítélték halálra. A végső döntésen La Habana börtön vezetője Che Guevara mondta ki. A Free Society Project által 2005-ben közzétett lista szerint, interneten találtam meg, Guevara a Sierra Maestra hegységben 14 főt végeztetett ki, Santa Clara-ban 3 nap alatt 23-at, a La Cabana erődben pedig vagy 164, vagy 179 ember. Amikor egy barátja a kivégzésekről faggatta, Guevara nyíltan elmondta neki, nézd, ebben az ügyben ölnöd kell, hogy ne téged öljenek meg. Állítólag márciusra a kivégzések száma meghaladta az 500-at. 6 hónap volt szükség, hogy a felszabadító diktátorrá váljon. A Batista kormányzása idén megválasztott parlamentet és bíróságokat feloszlatták, politikai pártokat betiltották. Február 7-én Castro javaslatára a kormány felszámolta a 40-es alkotmányt, meghirdette a köztársaság alaptörvényét. Az alaptörvény kimondta, hogy ezután kormány határozatta lehet törvényeket hozni. Nem kell választások összehívó törvényhozó testület. Egyes történészek ezt a döntést 1933-as német felhatalmazási törvényhez hasonlították, amely teljhatalommal ruházta föl Hitler kormányát. A miniszterelnök Cardona 59. február 16-án mondott le, amikor egy bíróság felmentette Batista 44 pilótáját, akik bombázták a Sierra Maestrát. Miniszterelnök Castro úgy cselekedett pontosan, mint Batista, ítéletet tévesnek nyilvánította és érvénytelenítette.
A bíróság elnökét pár nap múlva holtan találták, a hivatalos vizsgálat öngyilkossága találkozott meg. Az új bíróság pedig engedelmesen 20-30 év börtönre ítélte a pilótákat. Castro ezt azzal indokolta, a forradalmi igazságszolgáltatás nem jogi szabályokon, hanem az erkölcsi meggyőződésen alapul. Akkor van baj, ha ezt hirdetik meg, ugye? Ezzel Castro minden hatalmat egyesítette a végrehajtó hatalom kezébe, miniszterelnök volt, törvényhozót, mert felszámolta a végrehajtó törvényhozó hatalmat, így igazságszolgáltatót, mert az ő erkölcsi meggyőződése fogadtatta el, vagy érvénytelenítette a törvényeket. Legyünk tisztességesek, hoztak népszerű törvényeket, lakbércsökkentés, béremelések, 59-ben 14,3%-ra emelték a béreket. Elkobozták a Batista híveinek a tulajdonát, 59 márciusában megjelent rendelet a földosztásról. Egy politikus megkérdezte Castrótól, mikor lesznek választások, azt a választ kapta. Amikor az agrárreform befejeződött, amikor minden gyermek ingyenes iskolába jár, hozzájut mind az orvosokhoz, mind az orvosságokhoz. Januárban másfél év múlva ígért választásokat, pár nap múlva 15 hónap múlva. Majd azt mondta, nem lenne tisztességes a választás, hiszen nekem elsöprő többségem van. Azzal halasztott el a választás, hogy úgyis ő győzne. Milyen fel, milyen rendes ember, nem? Később azt mondta, majd akkor lesz választás, ha az ellenzéki pártok megszerveződnek. Egyszer egy tömeggyűlésen megkérdezte a tömeget, ki akar választásokat, alig páran tették fel a kezüket. Majd utána megkérdezte, és ki az, aki nem akar, az összes, szinte mindenki feltette. Máskor megkérdezte, egy vagy 10 év múlva legyenek választások. A tömeg zúgta, hogy 10 év múlva. Akkor minden rendben van. Áprilisra ilyeneket mondott, idézem, tehát 59 áprilisában vagyunk. Föld először választások utána, munka minden kubainak először választások később, iskolák és tanárok minden gyereknek először választások később, kórházak, gyógyszerek először választások később, igazság először választások később. Később úgy fogalmazott, mivel a népi a hatalom, nincs szükség választásokra. Még utána kell néznem, mert a baloldali szakirodalomból teljesen hiányzik, hogy hát 5 évig zajlott egy polgárháború, 65-ig, az Escambray-hegységbe, amelynek hát Kuba ellenes, Castro ellenes fölkelők voltak a tagjai, és itt olyan 3000-re teszik a halottak számát, és a Castro rezsim által 100 000 katonát mozgósított. Sajnos ez a forradalom is az volt, mint az összes többi forradalom, amely nem szabadságharc volt, mint a magyar forradalom, vagy az amerikai függetlenségi háború, 56-os forradalomra gondolok, azok a forradalmak sajnos nagyon polgárháború színezetet öltenek. Agrárreform elhúzódik. Manuel Urrutia, a Castro által kinevezett államfő, az júliusig államfő, akkor a szakszervezetek fölhozzák, hogy nagyon sok vele a gond, akadályozza a radikális intézkedéseket. Urrutia engedelmesen lemond, Egyesült Államokba távozik. Nagyon gyorsan tűnnek el a legkülönbözőbb személyiségek, a legradikálisabb Che Guevara azonban természetesen vele marad. Két politikai folyamat egymást, amikor még egy esetet elmesélek, amikor Pedro Díaz Lanza légierő parancsnoka az egyes államokban menekül, akkor több miniszter lemond. Huber Matos, Camagüey tartomány parancsnoka, Castro egykori harcostársa, leköszönt, amikor 59. februárjában a kommunista meggyőződésű Raúl lett a hadügyminiszter. Azért, mert leköszönt. A parancsnok 20 évet töltött börtönbe. A fényképekről kitörölték az arcát, mint a jó szovjet gyakorlat szerint. A régi fényképekről, igaz? Jó. Egymást erős, itt egy megrázó kép maradt fönt, itt egy kivégzésre ítélt politikus gyónhat. Ez a kép pedig azt mutatja, hogy milyen forradalomvédelmi bizottságokat, csapatokat hozott létre Castro olykor-olykor asszonyokból is. Minden utcában megvoltak, akik felügyelték a lakosságot, szükségesnél fejlentették az ellenforradalmárokat. A rendszer ellenfeleit hamarosan csak félgek néven emlegette Castro is, és a követői is. Nagyon gyorsan ellátogat az Egyesült Államokba, ahol Eisenhower elnöknek csak az alelnöke fogadja őt, és állítólag ezt sértésnek értelmezte, csak Nixonnal fogott kezet. Egy darabig középútról beszél, kommunizmus és kapitalizmus közötti középútról, amely humanizmus. Két politikai folyamat egymást erősíti. Az egyik az, hogy a kubai kormány egyre nagyobb terveket ró,
külföldi kézben lévő vállalatokra, és ezért egyre jobban megromlik a kapcsolata az Egyesült Államoknak. Már 59 márciusában az amerikai kézben lévő kubai telefonvállalatot államosítják. Ezután jön az amerikai látogatása. 60 februárjában odalátogat Mikoján szovjet miniszterelnök helyettes, 5 évvel szóló kereskedelmi szerződést kötnek, évi 1 millió tonna cukorról. Ez már tiltakozást vált ki, többen ilyeneket kiabálnak, hogy Kuba yes, Russian snow, tehát kubaiak igen, oroszok ne. Több lapot betiltanak, emiatt más lapok kormánykézbe kerülnek. 1960. június 28-án államosítják a külföldi olajvállalatokat, augusztussal valamennyit. Erre az Eisenhower kormány 13 millió dollárra támogatja a kubai gerillákat Guatemalába. Erre Castro megszervezi a forradalom védelmének bizottságait, helyi terrorfiók szervezeteit. Hamarosan ilyen karikatúrák jelennek meg róla az amerikai lapokba. A Cuba Si Yankee No kiáltás, tehát Kuba igen, jenkik nem, itt hirtelen Castro elszólja magát a karikatúrán, és azt mondja, hogy Kuba igen, jenkik nyet. 60 végére gyakorlatilag felszámolták a kapitalista rendszert Kubába. Gazdaság jól teljesített, kereslemi többlet volt, 60 végére a nemzeti jövedelem 15%-át a tulajdonosoktól a bérből élőknek juttatták. Nagyon sokan kapnak földet, iskoláztatást, béremelést, ők támogatják a rendszert. Ígértek ugye a szabad választásokat meg sajtószabadságot, de a növekvő külső ellenségességre hivatkozva ezeket a jogokat immár az ellenforradalomhoz sorolták. Egyre többen hivatkoztak a forradalom érdekeire, és ez egyre inkább Castrót jelentette, egyetlen embert. Az igazság az, hogy máig lehet ezen vitázni, hogy Amerika lehetett volna türelmesebb. Castro lehetett volna lassabb az átalakulás terén. Igazság az, hogy olyan sok amerikai tulajdon volt Kubába, hogy a konfliktus elkerülhetetlennek tűnt. A kubai kormány radikális intézkedéseket hamarosan nem csak azzal igazolt, hogy ezek önmagukban jók, bocsánat, megy az idő, hanem a szuverenitásra, hazafiassága hivatkozva. Tehát azért kell radikális intézkedéseket hozni, mert külső fenyegetés nehezedik az országa. Konfrontáció elkerülhetetlen, már csak egy egységes pártra volt szükség. 64 nyarán hozzák létre. A július 26-a mozgalom, a népi szocialista párt nevet viselő kommunista párt és a diákok forradalmi direktóriuma előbb integrált forradalmi szervezetek néven egyesült, majd 62 tavaszán átkeresztelik kubai szocialista forradalom egységes pártjává, mely 65-ben Kuba kommunista pártja lesz. Első titkárát azt hiszem nem kell közönöm, hogy ki volt. 1961-től 50 éven át Fidel Castro. 61-ben hozzákérte a politikai rendőrséget, a híres G2-t, és egy hatalmas segítséget kapnak, ugyanis 61 áprilisában a kubai disznóbőrben a CIA által kiképzett Castro ellenes kubai fegyveresek partra szállnak. Kormányváltás volt. Ezt még Eisenhower kormánya készítette elő, Kennedy későn tudta meg, elfogadta, és amikor a rossz helyen szálltak partra, a többségüket elfogták, eleve felkészülés nem maradt titokba. Egy korabeli szakértő szerint ugyanis a kubaiak szemében az a titok, amit mindenki csak 100 másik embernek mond el. Úgyhogy a fölkészülés elterjedt, Castroék fölkészültek, disznóbőrbeli partraszállás teljes kudarc. 114-en elestek, 1189-en fogságba kerültek, ezeket később Kennedy kiváltotta a különböző orvosszerekért, gyógyszerekért. Egyesek szerint ekkor Havannában 50 ezer embert tartóztattak le. Ez év augusztusában Montevideóban Che Guevara megköszöni Richard Goodwinnak, Kennedy egyik tanácsadójának a partra szállást. Ez nagyon nagy politikai győzelem volt nekünk, mondja. Le tudtak tartóztatni bárkit, akit akartak. Goodwin csak annyit mondott, szívesen. 61. december 2-án a rádión Castro bemondja anyja és húga nagy fölháborodással, akik hallgatják a rádiót, teljes elégedettséggel és teljes bizalommal itt kijelentem, marxista-leninista vagyok, és marxista-leninista leszek életem utolsó napjáig. Tehát 61. december 2-án jelentette be, hogy valójában saját magának mikor ez, amit nem tudunk, nyilvánosan ennyit tudunk. Húga szerint, itt azt én itt hallgatok a bölcsasszonyokkal, akik ismerték Castrót személyesen, Juanita Castro azt írja a könyvébe,
radikális irányváltása a kommunizmus felé nem a politikai meggyőződésből fakad, egyszerűen a hatalom megtartását szolgálta, ami mindig nagyon fontos volt számára, az oroszok nélkül nem tudta volna örökössé tenni a hatalmát. Mint tudjuk, még szorosabb a fűzi kapcsolatát a szovjetekkel, ebből egy globális válság bontakozik ki, amit majd a filmen mindenki megtekintett, hogy mi történik, a kubai rakétaválság, igaz? 62. októberében atomrakétákat fedeznek fel Kubában, és a világ az atomháború szélére kerül. Végül is azért nem robban ki, mert egyik fél sem akart atomháborút. Hruscsov szerette volna, ott maradnak a rakéták, de nem akart konfliktust, és végül a Kennedy kormányzat sem akart. Na most, amikor visszavonja az atomrakétákat Hruscsov, akkor Castro állítólag a falat rugdalt a mérgébe, és Hruscsovot elmondta töketlennek és minden másnak. Ugyanis őt senki sem kérdezte meg. A helyzet nagyon hasonlított Kuba függetlenségének a kikiáltásához, amikor Spanyolország és Egyesült Államok békét köt 1898-ban a kubaiak részvétele nélkül, most atomrakétákat a szovjetek elvitték onnan a kubaiak megkérdezése nélkül. Che Guevara élete végéig azt hangoztatta, hogy kilőtte volna szívesen az atomrakétákat New Yorkra. Amikor a New York-i fiatalok baloldaliak tüntetnek Che Guevara pólókkal, valószínűleg nem erre gondolnak, igaz? Amikor a vietnámi háború ellen tüntettek, akkor nem azt a Che Guevara mondást idézték fel, hogy 4-5 sokkal több vietnámra lenne szükség a világon. Sajnos Castrót és Guevarát a saját mozgalmuk furcsa sikere meggyőzte arról, hogy itt az előbb elhangzott kijelentést idézem, hogy nem egyszer volt Budán kutyavásár, ők csináltak, az máskor is sikerülni fog. És ezért aztán legkülönbözőbb országba küldtek el különböző kisebb fegyveres csoportokat, abban reménykedve, hogy ahogy náluk sikerült, úgy Afrikába, Latin-Amerikába és máshol a világon ez szintén működni fog. Hát ez nem működött természetesen. Che Guevara később Bolíviába hozott létre egy csoportot, a helyi parasztok nem is értették a nyelvét, nem tudták, mit keresít egy Kubából érkező argentin, míg elfogták és kivégezték. Che Guevara már kínos volt Castrónak, mert Guevara nem tartotta elég kommunistának a Szovjetuniót. Roppant kínos volt, hogy arról szónok volt Guevara, hogy az igazi kommunizmus az Kína, ahol nem pénzért dolgoznak meg prémiumért, mint a Szovjetunióban a munkások, hanem öntudatból. Neki ez volt az ideája. Elég különleges figura volt. Meggyőzik magukat a 60-as években, hogy új embert lehet létrehozni. Az ember egy agyag, amit alakítható, mondja Guevara. Nem tudom megállni, hogy ne mondjam el egy anekdotát a Guevara életrajzából. Amikor a kubai Nemzeti Bank elnöke volt, egy építész bemutatta neki a Nemzeti Banknak a tervezett épületét. Guevara sokkalta a lifteket. Ha én tudok gyalog menni a lépcsőn, azt már malakó más is tud. A építész között 30 emeletesre tervezik, de mégis kellenek liftek. Na jó, mondja Guevara, akkor a mellékhelyiségeken kellene spórolni. Az építész emlékirata szerint azt mondta neki, hogy hát a forradalom után ugyanannyian fognak járni mellékhelyiségre, mint a forradalom előtt. Mivel az építés szerint Guevara azt válaszolta, az új típusú ember nem. Ő tud áldozatokat hozni. Kicsit sokat vártak az új típusú embertől, nem? Oké. Kicsit összefoglalom a történteket. 59 után kubaiak 10%-a különböző hullámokba elmenekül a sokáig hazájuk ellenségének tartott Egyesült Államokban. A lábukkal szavaznak. Rengetegen menekülnek el. Eközben az európai baloldali értelmiség olyan képviselő, mint Sartre és Beauvoir megjelennek Kubába, ekkor már a szovjet és a kínai kommunizmus diszkreditálódott, Kubába találják meg azt az igazi, független, szabadságpárti, elragadó, igazi forradalmiságot. Fogalmuk nincs, hogy mi történik Kubába, de nagyon szépeket tudnak róla írni. Egyetlen korábbi kubai diktátor se tette meg azt, amit Castro 64-től megszervezte politikai foglyok számára a munkatáborokat. A magyarul is megjelent Joel Kotek és Pierre Rigoulot könyvéből a Táborok évszázada, nagyvilágkiadó, 2000-ben jelent meg. 60-as évek végén politikai foglyok száma Kubába eléri a 40 ezeret, Batista idején 5 ezer volt, nem mindegy. A termelés segítő katonai egységek öltornyokkal szögesdottal körülvett táborába közel 25 ezer fiatal járta meg, azért, mert így fogalmaztuk, hogy nehézségek akadnak a szocialista társadalomról beilleszkedéssel. A bejáratnál hatalmas tábla hirdette a munka férfivá avat.
Hát legalább ezt ne tették volna, ugye? Ez roppantul emlékeztet egy másik tábornak a föliratá, hogy a munka szabaddá tesz, ezt Auschwitznak nevezték. Jó, 63-70, ez a korszakban a lendület a kommunizmus felé. Castro hatalmas beszédeket mond. Régis Debré, francia baloldali politikus elmegy Kubába, és azt írja Castroról a 60-as években. Az ország a vábirtoka, az állam az ő örökbirtoka. Úgy igazgatja, mint egy nagybirtokos a haciendáját. Nemzeti költségvetés, vita, ellenőrzés vagy elszámoltatás nélkül az ő személyes pénzes dobozza, ezt egy baloldali francia írja, nem egy jobboldali Egyesült Államokbeli reakciós személyiség. Udvara a kommunista pártja, másodparancsnoka a fivére, Raúl. Se magánélet, se családi élet, se otthon, se családi ünnepek. A főnök se fél, se apa, se fiú. Ő főnök éjjel-nappal, hefe. A döntések terén a hefe döntésétől függ minden kezdeményezés, egész világ előre nem tudható jövéséhez, menéséhez, tehát a késlekedéseihez, igazítja az óráit, hogy legendás késései a közvetítők által megsokszorozva terjednek lefelé a láncolatból, fentről lefelé. Égtelenül hosszú beszédeket tart, a vége mindig azt, hogy patria o muerte, haza vagy halál, venceremos, győzni fogunk talán. Velem egy idősek még emlékeznek a Venceremos című dalra. Oké. 63-70 a lendület korszaka a kommunizmus felé, a nép pedig így szavaz a lábával, tömegesen, ha lehet, akkor legális úton, ha lehet, akkor tutajokon menekülnek a közeli Floridába. Ekkor a tömeg előtt tartasztó beszédeket, csak az okoz fölháborodás világszerte, hogy a melegeket a burzsoá dekadencia képviselőjének nevezi. Egyetemről kizárják a homoszexuálisokat és leszbikusokat, a pártból is kizárják. 65-ben táborba vitték a homoszexuálisokat, azzal, hogy átnevelik őket a kényszermunka, a hormonkezelés és a beszédterápia segítségével. Nemzetközi felháborodás miatt egy-két év múlva az ilyen táborokat bezárták. Azt hiszem nagyon jól tették. Miről akartam még maguknak beszélni? Nagyon röviden, igen. Ez a kép engem megragadott, hosszan kerestem a neten. Az történt, hogy 67-ben Castro azt találja ki, már senki sem el neki ellent mondani, hogy Kuba legyen tejtermelő nagyhatalom. Eladta az olasz Feltrinelli kiadónak, meg nem írt emlékiratait, később sem írta meg, a pénzt felvette, az árából, Kanadából vett egy Holstein bikát. Ezt a nevet adta neki, Rozafei Signet. A Diosdel szement inkább nem fordítom le, mondjuk így, hogy a magvak istene, jó? Ezt finoman fordítom. A Cebu nevű szarvasmarhákat akarta vele párosítani, keresztezni. A Kubának ezen a nagyon meleg éghajlatán csak a Cebu élt meg. Amikor egy angol genetikus, hát abban reménykedett Castro, hogy napi 60 liter tejet fognak adni azok a marhák, amelyeket ez a bika nemz majd, egy angol genetikus elmondta neki, hogy ez teljesen abszurd elképzelés, akkor CIA ügynökének neveztek azt, és kiutasította. 70-re jön a kampánya, 10 millió tonna alatás, nem vicc. Castro 69. januárjában kimondta, a következő év nem 12, hanem 18 hónapig fog tartani. Hogy az alatást azt csinálják meg egészen nyárig. A karácsonyi újévi ünnepek a nem... Tehát nem 69 végén lesznek, hanem 70 közepén. 1.600.000 kubait vittek ki a cukornád mezőkre alatni, diákokat, bankárokat, munkásokat, minisztereket, balettáncosokat, most az alatás is egy szakma, azt is tudni kell. Tehát aki élt hozzá, gyorsan alatt. Egy balettáncos nem biztos, hogy ehhez ért, igaz? Még egy miniszter sem, meg egy diák sem. Így is csak 8,5 millió tonna lett az alatás, a cukor ára éppen mély ponton volt világszerte, és ezt jól megszenvedte a gazdaság többi ágazata. Castro véleménye, amíg nem tesszük meg szabad emberként szívesen, amit rabszolgaként kellett volna megtennünk, a forradalom nem felel meg legmagasabb erkölcsi mércének. Vagyis önként szabadon legyünk rabszolgák, képes volt ilyeneket mondani a pasas. A kubaiak menekültek, erről már meséltem, voltak különböző hullámok, 80-ban nagy belső botrány lett, mert 6 kubai egy ellopott busszal betölt a perui követségre. Castro bejelenti, nem védi többet a követségeket, ezért aztán rengeteg kubai megszállta a követségeket. Na akkor kimondták, hogy utazhatnak.
mert két nap alatt 10.800 fő szállta meg a külföldi követségeket Havannába, nem volt se étel, se hely, két baba született meg a követség, öreg asszony meghalt, borzalmas állapotok. Aki látta a Sepphelyes arcú című Brian De Palma filmet, ezzel kezdődik, igaz, hogy Kubából most távozhat mindenki. A kubaiak szerint, hát az amerikaiak szerint 113.969-en távoztak. A kubaiak azt hirdették, hogy a többségük bűnöző volt, 26.000. Na de Kubában a homoszexualitás is bűn, a fekete piac is bűn, a kábítószerzés is bűn, és a politikai másként gondolkodás is bűn volt. Jó, Castro nemzetközi tevékenységéről annyit, hogy vonzó volt ez az informális fiatal kormányzat, mely szembeszáll a világhatalommal. 68-ban ugyan elfogadta Csehszlovákia megszállását, de rengeteg latin-amerikai és afrikai országba küldtek katonákat, 40 országba küldtek mérnököket, orvosokat, tanárokat, Jamaikától Vietnámig. A 80-as évek végére 110.000 kubai vett részt nemzetközi civil missziókban, Kennedy békehadtestével akartak vetélkedni. A legjelentősebb volt az angolai MPLA, marxista gerilláknak a támogatása, 36.000 katonát küldött Castro Angolába, szovjet felügyelet nélkül, teljesen saját kezdeményezésre. Máig nem tudjuk, hányan estek el közülük, Kuba mindenképpen katonai nagyhatalomnak tűnt. És amikor eltűnik Guevara, akkor Castro már nyíltan használhatja Guevara szimbólumát, már nem kínos nekik Guevara nyilatkozatai, nemzeti hős. Ilyen szolnoklatokat tart egyre őszebb szakálával. A speciális korszak 90-es évek, a Szovjetunió felbomlásába Kuba majdnem belepusztul. Venezuela és Bolívia és Kína segít, hogy kilábaljon. Gorbacsovval egy időben azt hirdeti meg Castro 86-ba, vissza kell térni az idealistább szocializmushoz. Még több kollektív munka, elkölcsi készítetéssel, nem, ez pont ellentéte a Gorbacsov-féle perestroikának, igaz? 90-ben 15 milliárd rubellel tartozott a Szovjetuniónak, onnan jött az olaj 100%-a, a műtrágya 91%-a, a gabona 94%-a, vas és autók 70%-a. Amikor pedig Gorbacsov megkérdezi a reformjait, Castro azt mondja, Moszkva alávetette magát Washington hegemonisztikus őrületének. És jött az áremelkedés, a fekete piac, kubaiak gyalogoltak, autókra nem volt benzin, tömegközlekedés rettenetes volt. Az átlag kubai ezekben az években, a 90-es években 10 kilót fogyott. Víz, gáz, államszolgáltatás akadályozott, amerikai embargót pedig tovább szigorították. Jó. Castro beszédeit ekkor is így végezte mindig. Szocializmus vagy halál. És nem bukott meg. Egész világ azt állta, bele fog bukni abba, hogy a szovjet támogatás megszűnik. Talán azt mondják a történészek, viszonylag könnyű volt otthagyni Kubát, elmenni Kubából, más országba, főleg Floridába, amely kubai közösség jött létre. Tehát ezért, aki ellenzéki volt, az otthagyhatta az országot és nem fogott fegyvert. Nem bukott meg a szivarról, lemondott időskorában a Martinióról, nem, továbbra is írt és szónokolt, most nem csak az USA-t ítélt el, hanem a volt szocialista államokat is. A cukortermelés helyét a gazdaságban az idegenforgalom vette át, a külföldi beruházások emelkedtek, 90-ben 340.000 turista járt, 2000-ben 1.750.000. 93-ban legalizálták a dollár használatát, engedték a kisvállalkozásokat is. Valljuk be, az oktatás ügy, egészségügy nem hanyatlott, Kubában volt a legalacsonyabb a gyermekhalandóság Latin-Amerika szerte, itt volt a legtöbb orvos. De Castro minden enyhülési kísérletet megakadályozott, meggátolt, egyre paranoiásabb lett, lovaglás helyett autón járt, három fekete Mercedesen, hogy ne tudják, hogy melyikben ül, a merényletek miatt, egyenruha helyett elkezdett öltönyt vagy melegítőt viselni, alatta golyóálló mellényt, testőrök, ételkóstolók kísérték, mindig az amerikai invázió veszélyére figyelmeztetett, bunkereket építetett Havanna alatt, később ebben ritka gombafajtákat, ehető gombafajtákat termesztettek a turisták számára. 2001-ben egy beszéd közben elájult, de visszatért és vidáman kijelentette, hogy egészben vagyok. 2011-ben Kuba már annyit változott, hogy megszületett egy zombifilm,
kubai zombi film, Juan a zombi vadász néven, melyben a rádió bemondta Kubába a filmbe, hogy USA-ból érkező zombik az amerikai kormány szolgálatában állnak. Meg lehet nézni az IMDb-n a bemutatóját, ugyanolyan zombi film, mint a többi. 2006-ban megbetegedett, átadta a hatalmat Raúl öccsének. Raúl 2009-ig volt ideiglenes elnök, akkor formálisan is átvette a hatalmat, párt elnöke Fidel maradt. Raúl nagyon csekély reformokat vezetett be, de a gazdasági politikai rendszer változatlanul maradt, továbbra is a szocializmusról és forradalomról szónokoltak. Obamának Kuba Castro gratulált, de közölte, hogy a kapitalizmus ellentmondásaival szemben Obama tehetetlen lesz. Nagyon sok amerikai beruházó érkezett Kubába, közvetlen postaszolgálat épült ki, közvetlen repülőjáratok, és Obama kormány amerikai nagykövetség Havannában, kubai nagykövetség Washingtonban. 2016 márciusában Obama Havannában látogatott, hatalmas öröm Kubába, remény. Ekkor már egy család a jegyrendszer következő havi 5 tojást kapott, egy óra lassú internet a havi fizetés egy tizedét elvitte. Obama ügyesen szónokolt, úgy tűnt, hogy vége a hidegháborúnak. Castro szkeptikus választ írt, nem kérdezett meg Obama jó szándékát, csak azt, hogy a történelem fölé tud-e kerekedni, így fogalmazott. Azt kell figyelembe vennünk, hogy életünk csak töredéke a történelem másodpercének, és az emberek hajlamosak túlértékelni szerepüket. Ezt pont ő mondta. Igaz? Ez volt a búcsú üzenete. 2016. november 25-én halt meg, 9 napos gyászt rendeltek el, ellenelte, hogy nem nevezenek el a várost, utcát, semmit, sírköves legyen egyszerű. Ez a sírköve, 9 napos gyász volt. Amikor Trump elnök lett, akkor azzal viccelődtek, hogy kimondták, hogy Castro nem halhat meg, amíg az Egyesült Államok el nem pusztul, ezt majd Trump biztosítja, mert Trumpot elnöké választották, Castro nyugodtan távozhatott, ez nyilván a demokrata pártiak körébe terjedt ez a vicc az Egyesült Államokban. Raúl 2018-ig maradt, majd Miguel Díaz-Canel követte. 2019-ben új alkotmányt hoztak, szocializmust hirdették meg, egyre nagyobb szerepe a magánvállalkozásoknak, egy mérsékelten kevert gazdaság jött létre, de az elnyomás változatlan. A kínai beruházások száma növekszik, és sajnos Trump elnökség alatt az enyhülésből igen-igen sokat visszavont. Köszönöm szépen a figyelmüket, ennyi szerettem volna akkor Castroról elmondani, amit tudok és amit lehet. Őszintén javaslom, hogy nézzék meg ezt a filmet, mert egészen kiváló lesz. Köszönöm szépen a figyelmet. Ja, igen, igen, kérdés. Ha bárkinek kérdése van, ismétlem, hogy nem tudunk mindent Castroról, de hát ha tudok rá válaszolni, akkor meg fogok kísérni.